Na csá, sziasztok gyerekek, üdv a csatornánk, Hipper jelentkezik egy ilyen csodálatos videó, valamiben egy csomó mindenről lesz szó. Egy címzavakban egy elején elmondom, hogy igazából miről. Először is lesz, vagyis nem is először is, mert lehet, hogy azt a végére hagyjuk, mert az igazából legkevesebb embert érinti talán. A nyereményjátékról, ugye a rajzversenyről, hogy ki nyerte, azt átbeszéljük, hogy lehet ugye megkapni az ajándékot, vagy nem ajándékot, hanem nyeremény, hát nem ajándék, az megnyerted, megdolgoztál érte, ugye, ez lesz a legvégén, ezt fogjuk a végére adni ennek a videónak. Lesz kommentreagáló rész, úgy gondoltam, hogy nagyon régen volt, meg azt tök élem egyébként, hogy meg, talán itt tudok reagálni igazából a dolgokra, meg van egy olyan dolog, amiről akarok még beszélni legelőször, azt gyorsan ledaráljuk, csatorna jövője. Mármint, hogy igazából azt veszitek észre szerintem, hogy nagyon sok videó van. Nagyon produktív vagyok, nagyon bírom, nagyon élem most, és ilyen 2-3 videó minimum van naponta, ugye? És emiatt néhányan így eléggé szívükre vették a dolgot, hogy ez hogy van, hogy van 2-3 videó, és mégiscsak ugye egy darab FS van ebben naponta. És ez, igen, ez elég durva indulatokat is váltott ki, ugye erről már beszéltem gameplay közben is, hogy jöttek már olyan kommentek, hogy töröljem a csatornámat, mert ugye nem csináltam meg az 1 milliárd eurós kihívást, és ez azért, mert Farming Simulator 19, azt hiszem, 2 napig nem volt, de előtte volt egy bejelentő videóm, hogy beteg vagyok, ugye? Ez múlt héten volt, és akkor most ezen a héten, hét elején talán nem volt Farming Simulator 2 napig, és akkor kapásból jött ugye, hogy igazából szerintem egy ember mindig csinál egy akuntot, mármint onnan tudom, hogy mindig csinál egy akuntot, meg egy ember rézsel emiatt, hogy mindig új akuntja van. Mindig akkor csinálja, és akkor kommentel egyet. Igazából ilyen nagy betűkkel így végigkíró, hogy töröld a csatornádat, mert nem teljesítetted az 1 milliárd eurós kihívást. Oh my god. Hát még nincs vége. Nem tudom, nem volt határidő, hogy mikor csinálom, meddig csinálom meg, meg igazából, jó, erről ennyit. Nincs vége, meg lesz az 1 milliárd euró természetesen, én ezt mindenképp addig akarom ezt a sorozat csinálni, hogyha egy évig csinálom, akkor egy évig lesz, érted? Akkor egy évig, de mindenképp meg lesz. Szóval ez nem is gondolom azt, hogy nem lesz meg. A másik dolog, hogy igen, nagyon sok fajta videó van. Viszont azt leszögezem, hogy minden nap fogok FS-t rakni, vagy FS22, vagy FS19 az lesz, és emellé fognak bekerülni a videók, a többi, tehát aki nem szereti a többi videót, attól még nem fog elesni az FS részektől, mert FS-ek lesznek. Lesznek Farming Simulator videók, csak mellé kerülnek be más videók. Szóval amiatt is volt olyan, hogy írta a kommentet, hogy ne ilyen videót csinálja, inkább csinálja FS-t. De nem, hát csinálom az FS-t is, és mellette vannak ezek a sorozatok, mert nagyon bírom őket. Például most ugye rátaláltam a Teardown-ra, aki, ha nézed ezt a videót, adj neki egy esélyt, nézd meg azt a sorozatot, vagy medd meg azt a játékot, gyerekek, szerintem 10 évente, vagy 20 évente, jön egy olyan játék, amiben akkora mértékű kreativitást zsúfoltak bele. Egyszerűen egy tripla A kategóriájú játékot nem tudok mondani, ami ekkora kreativitással készült, látszik, hogy ki, tényleg egy olyan játék az, hogy a készítők, tipikus az indie készítő csapat, aki vagy nem tudom hányan csinálták, akik úgy gondolták, hogy igen, akarok csinálni egy olyan játékot, ami még nem volt. És megcsinálják azt a játékot, és csinálnak egy játékot, ami nem volt, és nincs mögöttük egy kiadó, aki üti a hátukat, hogy ne csináljatok ilyen játékot, csináljatok Battle Royale FPS-t, vagy pedig LOL-szerű akármicsodát, mert az megy most, azt kell nyomatni, hanem tényleg teljes kreativitásukat hozzá tudták rakni egy olyan játékhoz, ami szerintem tényleg 10 évente van egy ilyen játék. Ez körülbelül az a szint szerintem abban a játékban, amit így át tudsz élni, mint amikor megszületett a Minecraft. Minecraftról se gondolta senki, hogy ekkora sikert arat, és mégis mekkorát aratott, egyszer egyes blokkokból építesz fel a világot, vagy érted? És akkor se gondolták, és mégis megcsinálta valaki, és igen, és sikert aratott. És ez is nagyon jó ez a játék, úgyhogy marad
raktam ki belőle egy részt, nézzél rá, vagy vedd meg, vagy nézzél tőlem mástól videót. Nem azt mondom, hogy nem is mondom, hogy tőlem, nézzél mástól, keresd rá erre a játékra, és nézd meg, hogy mekkora király játékok készülnek mai napig. Azt mondják, hogy haldoklik a játékipar, mert régen jó játékok voltak, vannak ma is olyan kreatív alkotások, mint ez a Teardown. És iszonyatosan jó gyerekek. Na, erről ennyit. De ez ugye kapcsolódik ahhoz, hogy sokfajta sorozat megy. Ugye megy a Mafia sorozat például, de a Mafia sorozat, meg az ezek, amik vannak, ugye Max Payne egyébként, van Max Payne-ből felvéve, csak már nem merem kirakni, mert betámadtok, hogy miért rakok ki Max Payne. De na, nem mártírkodni akarok, csak el akarom mondani, hogy igazából a Mafia sorozat például ki fog menni nagyon gyorsan. Tehát ugye a Mafia sorozat az egy végigjátszás lesz, tehát lehet, hogy 15 rész, és akkor vége. Végigértünk a Mafián, az egy single player végigjátszás, bum, véget ért, ennyi. Nincs tovább. Nem olyan, mint a Farming Simulator, amiben végtelen ideig tudsz játszani. Szóval ezek a sorozatok, ezek úgyis ki fognak menni. Mafia ki fog menni, eltűnik. Max Payne kimegy, eltűnik. Körülbelül egy hónapot nem adok neki, hogy ezek ki fognak futni. Érted, és akkor a Farming Simulator, meg ezek, a SnowRunner, ja, a SnowRunner, ugye a SnowRunnerben meg kijött a season 8, amiben ugye ilyen traktorokkal lehet különböző földmunkákat csinálni, az is, az meg ugye aktuális, azért akartam róla videót csinálni, szóval sok van, tudom, sok videó, sok sorozat van, de Farming Simulator úgy tervezem minden nap legyen, jó? Gyerekek, tudom, hogy mondtam ezelőtt, hogy minden nap lesz Farming Simulator 19. Abba az időszakban úgy gondoltam, abba az időszakban ment, igen, minden nap. Voltak tripla részek a hétvégenként, viszont éreztem, hogy nem annyira... Várjátok, ugye jött a 22, az is megy folyamatosan. Valamikor jobban várjátok a 22-t. És próbálok lavírozni így, hogy mit csináljak. Például most kiraktam 19-et két napig, már is jött az, ugye, hogy mikor lesz 22. Ugye mindenkinek nem tudok megfelelni. Úgyhogy próbálom, higgyétek el, próbálom úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Na, ennyi a csatorna jövője. Szóval vannak új sorozatok, régiek nem fognak kikapni, az új sorozatok fognak inkább eltűnni. Amikor végigértünk, próbálom őket úgy csinálni, hogy végigérjünk. Ugye vannak olyan játékok, amivel nem lehet végigérni. Például ugye nehezményeztétek, hogy mondjuk Seven Days to Die, mert abba hagyom. Hát abba hagyom 80 rész után, mert igazából a végtelenségig lehet Seven Days to Die-ozni, érted? De vannak olyan sorozatok, vannak olyan játékok, amit végigviszel, meg vannak olyanok, amit nem tudsz végigvinni, de egy idő után véget kell, hogy vessek neki. A Seven Days to Die-nak, bocsánat, aki nagyon szerette, egy most leraktam, mert egyszerűen konkrétan 10 évig játszodsz, mert soha nem viszed végig. Na, erről ennyit, amit akartam mondani. Mit akartunk még? Ja, kommentreagáló, legyen egy kis kommentreagáló, mert az kapcsolódik akkor ehhez, azért írtok valószínű dolgokat, mindjárt nézzünk is egy olyat, hogy jó, jöjjön innen, egy órán, vagy mikor ír, igen, Zsolt Sebő írta, ő egyébként mindig ír, köszönöm szépen neki, meg egyébként megvannak azok az emberek, akik ilyen nagyon ilyen kemény mag írnak is, egyébként tudom, nagyon sokan vannak, akik nem írnak, mert ugye hát az embereknek, a nézőknek körülbelül ugye talán még 1%-a se, talán 0,5 vagy 0,3%-a ír, sokan ugye megnézik a videót, vagy meghallgatják éppen háttérben, vagy na mindegy, az a lényeg, hogy de viszont vannak azok a notórius kommentelők, akik azért mindig visszajelzéseket adnak nekem. Egyébként nem szoktam kommenteket törölni, de annak a srácnak a kommentjeit valószínűleg nézi ezt a videót, bocs, de kitöröltem a kommentedet, és ráadásul igen, banoltam. Nem szoktam én így... Jöhet nekem negatív kritika, de amikor így írja nagybetűvel végig, hogy mis másolás van, mert véget ért a Farming Simulator 19, 1 milliárd euró kívás, töröld a csatornát 100 felkiáltó jellel, ilyen hosszan, és nincs vége, nem tudok veled mit csinálni, érted? És akkor írtam neki normálisan, mondom, nem, nincs vége. Van egy csomó, mert nem tudok 2-3 videót rakok ki naponta, nem tudok többet. Bocsánatot kérek, fizikai képtelenség dolgozok, csinálom az életemet, ezen kívül is ugye próbálom csinálni ezt is. Erre visszaírta, hogy már megy a duma, meg ilyen, mit tudom, ilyen is. Látom, amikor egyszerűen nem tudom elmondani neki normálisan,
Jó, ott elszakadt a célnak, kitöröltem. Azóta vagy három ökuntot csinált a srác, minden egyes napod a kommentár. Valószínű ez alá a videó alá is, és ki fogom törölni, hogyha normális hangnemben leírod a problémádat, és megérted, hogy nincs vége a sorozatnak, és igen, és csinálom, akkor nem törlöm ki azt a kommentet, és nem banolom ki azt az ökuntot, amiről írsz, vagy akár még a főökuntot is visszarakom, de értsd meg, hogy nincs vége, és nem nincs értelme, nem tudok mit csinálni azzal, amit írsz, meg nem érted meg, nem tudok úgy vitatkozni valakivel, aki nem tudom elmondani, elmondom neki a tényeket, és ő mégis szajkóz. Érted, hogy mire gondolok? Na, úgyhogy ő neki szánta ezt a mondandót, én nem haragszom rád, viszont próbáltam normálisan elmondani neked, hogy mi van, és egyszerűen nem, süket fülektek, talált, folyamatosan írod ezt az őrületet. Úgyhogy bocs, érte? Egyébként tudom, hogy mindig friss ökunttal jön, úgyhogy őről van szó. Egy emberről van szó. Nem tudom, miért okadták ki ennyire. Egyébként valószínű az, hogy nem volt két napig 19, hát bocsánatot kérek érte, ugye 22-t is csinálom. Tényleg próbálom mindenkinek megfelelni. Na, nem mártírkodás, csak elmondom, hogy ez így ennyit, nem tudok többet tenni. Ez ennek érdekében, mert nekem is véges. Most 5 óra van, még ma tervezem, hogy legalább 9-ig videózok, és itt fogok ülni. És most törtem haza 2 órája munkába, elvittem a Sanyit, ettem 2 kiflit, aztán tolom neki. Tényleg, ez és nem mártírkodás, csak tény közlök, hogy nem tudok többet. Érted? Na, akkor. Kommentreagáló. Na, Zsolt Sebő, szegény, már itt tükörül, biztos ott a gép előtt vagy a telefonjára, hogy olvasd már fel a kommentemet, ne itt erőjességeket beszélj. Elég, 100, egyébként olvastam ezt a kommentet, 5 fenn vagy 100 000 literes hamster, ami hátul ürít, ha kifogy, vágol hozzá. Ajánlom a felesleges füvet besilózni, és telnek eladásra biogáz. Aha. Egyébként utána is én gondoltam, még azt írja, hogy a Big Bud, az ezen a makon nyűg lenne, mivel nem nincsen, hol fordulnia egyébként. Ja, igen. Jó, én is egyébként a forgatót azt elvetettem, azóta kijött az új rész. Gondolom már lehet, hogy láttad, vagy fogod látni. Én is elvetettem a forgatást, hanem én is egyébként abban gondolkozok, ahogy te. És az ott fel, 100 000 literes hamster. Egyébként majd meg fogod látni, meg lehet, hogy már láttad, hogy basz, nagyon sok kell nekik. Nem is tudom mennyi, 175 000 liter kell ólanként fűből. Na. Bubble G, Helikeeper, agyi volda, lenne a kérdésem, hogy mikor várható Farming 22? Hát most, amikor holnapra szerintem, vagy holnap utánra. Próbálom elosztani, hogy mondjuk ugye 7 napból áll egy hét, akkor minden nap, vagy úgy kb. Egy formán legyenek a 22 meg a 19. Hogy mindenkinek jó legyen. László Darányi, Keeper, te voltál szar, mert állogattál, ezért állogatott meg a csóri kamaz is. Ja, igen, amikor követett. Igen, 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 igen. Egyébként valószínű, hogy azért, mert ugye tudom, mire gondolsz. Amikor falomódba mentem, és megálltam, és akkor ő is ugye mindig ugyanott megállt. Mikor lesz FS 22? Igen, erre válaszoltam is. Balázs, UTB 65, szia Keeper, nem kell szívedre venni, csak csináld, ahogy akarod. Köszönöm szépen. Ezeket nem ragudjatok, nem akarom felolvasni ezeket a túl pozitív kommenteket sem, mert akkor meg azt mondjátok, azt olvasom fel. Dani Hun, lesz folytatás 2022-ben? Dobos. Hát a Dobosnak nem tudom, hogy valószínű nem lesz, mert ott ugye azért össze kellene szedni még 4 ember minimum, vagy 5 ember, nagyon, egyébként azok eléggé nehezek voltak, akkor ugye nagyon össze voltunk szokva azokkal az emberekkel, emberekkel. Nagyon össze voltunk szokva, sokat játszottunk együtt, napi szinten beszélgettünk, konkrétan Banános Joe-val utoljára most szülinapomon megköszöntött, előtte talán szerintem ilyen legalább fél évvel ezelőtt beszéltem, és emiatt elég nehéz, lehet, hogy nem is FS-eznek, ugye Szilárd Niklivel beszéltem körülbelül 3-4 hónappal ezelőtt, akkor úgy volt, hogy ő jönni fog az FS 19 sorozatba, de aztán mégsem mertem megcsinálni ezt a koncepciót, mert nem tudtam volna úgy rakni a részeket, mert ugye akkor ugye össze kell igazítani a kettő emberét, én magamnak se tudom, amikor tudok videózni, nem, hogy megmondjam másnak, értitek. Meg ő meg ő neki nehéz. Na, mindegy, az a lényeg, hogy nagyon nehéz összeszedni, és valószínű nem lesz. Bundi Gabó, Bundi Bagó Vas.
Harry Keeper, jók a videót, folyamatosan nézem, és élvezhetők. Na, ne foglalkozz, nem tolja a gémeket. Üdv, ban lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tamás írta egyébként, közben a rendőr belelövi a tárat szembe, nincs elég baj a szegénynek. Tudom, amikor feküdt fönt. Egyébként, igen. Ú, az, nagyon el vagyok kapadva az alamafiával. Olyan nehéz, mint a dög. De egyébként úgy imádom, lehet, hogy nem valami túl jó úgy nézni, hogy csomószor visszatöltöm, meg rage-elek, de tök jó, hogy nehéz. Imádom, a játék nehéz. És még ha szivatom is magam, meg ideges vagyok, de sokkal nagyobb a sikerélmény. Robik a YouTube, a negatíva ne foglalkozz. Ja. Köszönöm. Na. Karaba Krisztián. Harry Keeper ehhez a kaszához nem feltétlenül kellene sodrót venned, mert képes a lekaszált füvet rendekbe rakni kaszáláskor. Egyébként ezt írtátok többen, írtátok volna egy nappal ezelőtt, lekaszáltattam vele az új részbe, amit tegnap vettem fel, lekaszáltattam vele az egész placot, úgyhogy rendcsodrózás nélkül. Hát úgyhogy eléggé beszívtam. Igen, soskárt jöttetek. Köszönöm egyébként, Krisztián, tök jó, egyébként írt a más is, de nagyon később, és az én hülyeségem. Gaming Szabi, feliratkozol rám, please. Azt tudok így feliratkozni? És csak feliratkozok. More! Nagyon jó elkaptad, ezt most nem tudom. Ó, viszont videókat csinál. Ó, 23 feliratkozó. Feliratkoztam. More. Jó? És kacok. Vagyis Gaming Szabi, 2011. Szia Keeper, a fülellátáshoz egy Shiloh kombány és pótnevel elég? A Shiloh kombányt az igen, az se lett volna rossz, csak ugye a Shiloh kombány után mindig utána kell, ott írja is Zsolt Csebő neki, hogy után, mindig utána kell ugye rakni egy pótot, hogyha lekaszálod, nem van a földön, akkor meg jó helyen van ott, nem kell vele szórakoznod, hogy hova viszed, nem van a földön, olyan, mintha ott tarolnád. Gyorsan összekapod, beviszed, nincsen semmi gond. Zsolt Halász is nagyon kedveset írt, köszönöm szépen egyébként. Bocs, hogy nem olvasom, mert nem akarom beolvasni ezeket a pozitív kommenteket, mert akkor meg tényleg még azért is ki fogok kapni. Nagy Norbert, megint nem volt sok értelme a sorskártának, tényleg hagyhatnád, akkor legyenek benne olyanok, amik tényleg jók, ilyenek, nem olyanek, mint amik most vannak. Igen, egyébként le, azokat tök meg kéne reformálni meg igazából. Nem is tudom, hogy van-e értelme azoknak. Ugye az volt, hogy éjszaka kellett, tudtam csak dolgozni. Hát az nem csak nekem szivatás, de még nektek is, mert nem láttok belőle semmit. Úgyhogy ezek, igen, vannak olyan sorskártyák, amik... Csak az a baj, hogyha elengedem, akkor volt olyan, ugye kihagytam egyet, direkt ugye kihagytam, mert én is úgy gondolom, hogy nem sok értelme van most már. Az elején sokkal nagyobb súlya volt, mert ugye akkor azért az elején nagyon nyüglődve kezdtük. De most például, hogyha berakok olyanokat, hogy érted, ilyen 30 milliókat vesztek, akkor meg igazából azért még dolgozunk érted egy heteken keresztül, akkor meg annyit buksz el, az meg olyan, akkor meg csak így visszavetjük az időbe magunkat. Igazából nagyon nem bukunk már el semmit, csak időt vesztünk. Inkább olyan sorskártya kéne, amit story módosító, vagy mit tudom én, ami például van az, hogy tudom én, a el kell menned valahova, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, ilyenek lennének jó. Mónika, nem tudom, mire gondolsz. Azért, mert az asztal nagyobb, mint a szóró. Nem tudom, mire gondolsz. Nagy Norbert, szia Keeper, először is ne tudj, igen. Igen. Egyébként ez tök jól írja, hogy egyébként nagyon ezeket a kommenteket meg tudnám előzni, azzal csinálnék egy ilyen videót, és elmondanám, hogy mi a szituáció. Igen. Igen, és nem tudják, miért szünetel. És ez jogos, és köszi, Nor, hogyha így leírod, igen, hogy igen, azért vagyok, azért rage-elek, valaki azért leírja, hogy azért rage-elek, mert két napig nem volt, és azt hittük, hogy abba hagyod, nem hagyom abba. Igen, nekem is van, benne van a saram, lehet, hogy kellett volna csinálnom egy olyan videót, hogy azért nincsen most két napig rész, mert valami, de egyébként volt olyan, hogy ugye beteg voltam, és valahogy ugye lázas voltam, igen, más videó volt egyébként, előtte vettem fel egyébként Mad Max-et, meg a Monfiát előtte kezdtem, mielőtt beteg lettem, azokat kiraktam közben. Jó, kellett volna arról normális értékelés is lenni. Sziasztok, valaki a modokat ide tudná linkelni? Gyula Kovács, oh my god!
Egyébként nem túl sok mod van benne, Gyula Kovács. Azokat mind modhubról szedem le játékon belül. Tehát, hogy megtalálod őket, mert tényleg onnan, csak onnan szedek le modokat. Imre 415. Esetleg játszanál az alsó új lakmapon? Igen, mivel 22 az is van. Visszatörnének a 15-ös emlékek. Az a baj, hogy azt annyira durván megismertük azt a mapot, nem is az, hogy megismertük, hanem konkrétan azon játszunk 19-ben. Most, hogyha azon játszok 22-ben, akkor már tényleg az olyan, mintha ott laknék, apám. Azért akartam egy másik mapon, hogy azt meg kelljen ismerni, legyen egy kicsi érdekesség, ugye van benne ilyen achievement gyűjtögetés is, például szerintem tök jó. Zsolt 87! Olyan tök szimpatikus egyébként Zsolt, Zsolt 87-nek a profilképe, nem tudom miért, nem kell félreérteni, csak az, hogy saját maga van kín, és ez olyan, nem tudom, személyesebbé teszi talán, vagy nem tudom miért, mert egyébként ez, és jó, hogy nem váltogatja ő is például. Igen, Fast Track-re, ami a vetőgép előtt van, csak igen, dupla kereket kellett volna vennem, meg súlyt is egyébként rájöttem, de most már úgyis kikopik az a gép. Mit vadász YouTube? Ja, igen. De egyébként tudom, hogy az Bidvadász írja, hogy nem tudok pár napig videót készíteni, akkor mi van, bum. Egyébként tudom, hogy arra asszociál mindenki, hogy megint abba akarom hagyni, mert ugye volt olyan, hogy szó nélkül, hogy valami történt, egyébként így nem az, hogy kiégtem, hanem hogy a történnek dolgok velem, amik valamikor negatív dolgok, és akkor így valahogy, tudod, így, nem, én nem tudok videózni, és valahogy így elfogyok. Aztán lehet, hogy arra gondoltok, hogy arra asszociáltatok, hogy úristen, már megint letűnik 3 óra ez a hülye. Azt megígérte, hogy nem. Én el tudom képzelni, hogy azért volt a rage, de próbáltam annak a srácnak is elmagyarázni. Szerintem sok idő azzal foglalkozni, hogy szélet csinálja és betálja azt. Igen, ő is írja, Apuci is írja, hogy rendbe kellene volna vágni. Egyébként utána az új részben már én is így csinálom, franc tárazza. De minek tárazza? Mert jó, elfér a földre, nem olyan, mint hogy táraznám, kész. Köszönöm János, igen, Norbert Máté lehetne több, FS 22, lassan kezd unalmas lenni az 1 milliárd euró kihívás. Norbert írta, ugye, de valakinek meg ezt tetszik, látod, ezt nem lehet megoldani, ezt nem tudod megoldani, ez egy ilyen gordiuszi csomó, ami átvághatatlan, mert de most hogyan? Valakinek például látod, hogy 19-et szereti, valaki meg 22-t, te 22-t például. Rajzokkal mi van? Pont most mindjárt meg fogjuk nézni. Küldtem Messengeren képet neked. Nézd meg, majd van időd. Jó. Az a baj, hogy a keeperös Messenger-t abszolút nem használom. Azt nem merem megcsinálni, hogy a 100. részre 100 millám legyen, mert igazából akkor azonban gyűjteni kell. Aztán én meg... Azért költek ezek, hogy ugye... Hogy legyen izénk, legyen pénzünk, befektetem. Igen, itt írja Zoltán nagy, hogy ugye nem adtam határidőt, mire kell elérnem. Igen, Norbert Barabás írja, hogy 2-3 videó, igen, de ezek vágatlanul. Igen, azt mondtam én is, hogy ezek vágatlanok. Nem nagyon vágok videót, hogyha valamit elcseszek most. Az ember azt tud tévedni. Pont szerintem az ilyen hazug dolog, nem hazug dolog, hanem ilyen nem őszinte dolog, amikor ilyen nagyon dívik most ugye mindenhol, Instán, meg mindenhol, hogy próbálják úgy beállítani az emberek az életüket, hogy mint hogyha tökéletes lenne, meg ugye főleg a celebritások, de ugye egyébként akárki már egy nagyon sok ember így próbálja úgy prezentálni az életét mások felé, még az ismerősei felé is Facebookon, mint hogyha minden tökéletes lenne. Nincs, nem. Nem tökéletes, nem hibátlan senki, mindenki hibázik. Aki 8 éve játszik Farming Simulátort, az is valamit elcsesz. Kijavítja, abból szerintem az sokkal jobb, mint hogyha tényleg az próbálod így elhitetni az embereknek, hogy te ilyen tévedhetetlen vagy hibátlan, csodálatosan szép, mindig tökéletes. Szerintem ez nem jó. Emese kis. Te vagy a legjobb videós, na szia! Írj! Szia, Keeper, beszélgetünk? Ej, Emese. Hát, hol? Nem tudok egyébként. Hol? Írj!
Ezt nem értem, nem tudom, ne haragudj. De valószínűleg egyébként anyukájának lehet, hogy egy fiú, ne értsétek félre, valószínűleg egy fiú, csak az anyukájának a kontjáról ír. Tök jó, hogy nem csak farming van a csatornán. Neked is mondom, az a nézd meg a tildom, meg a mindenki, meg Nigrus kaja! Majdnem kimaradt belőle. Jó öreg cséreflex, mindig tárazás, le is van. Állandóan nyomok egy tárazást a rohadt maffiába, ugye ott hogy van, azoknak mondom, akik nem nézik, hogy úgy tárazol, hogy kiveszed, mondjuk van 12 a Thompsonnak a tárjába, és van még 13 lőszered. Kiveszed a 12-es, mármint azon kívül, vagy nem, mondjuk legyen 13 a Thompson tárjába, azon kívül van még 2 lőszer. Ugye? Normál játékban tárazol, akkor annyi, hogy az a 2 lőszer, az bekerül, lesz benne 15. Itt nem úgy van, hanem a 13-as tárat így elhajtod a hátad mögött, a 2, amelyikben 2 van, azt meg berakod. Igen, ez a valóság, mert így működik a valóságban. Nem úgy van, hogy belerakod a tárba, hanem a tárcserénél elveszik az a tár, amelyik benne van. Azt elveszik, azt eldobott konkrétan. És így van ebben a játékban, és mindig megnyomom a tárazást, és láttam, az volt olyan gyerekek, most az új részt vettem fel, hogy a 13-as, ott vagy a 20-akárhányas tárat kicseréltem egy kettesre. És utána mindig így égek, így arra gondolok, hogy úristen, csak talán nem vették észre a nézők, mert akkor nagyon röhögnek. Igen, Rámos Tiger írja, hogy az MTZ egyébként 9. sebességben ugyanannyi a vége, mint országútban teremben, mert ez direkt sebesség, azt többen is írtál. Na gyerekek, ezt szerintem így elengedem. Igen, fölmerült a SnowRunner, ugye, mert a SnowRunner nekem megvan eredetibe, azt leszögezem, de viszont ugye a Season 8-as bemutatót azt egy tört verzióba csináltam, róla videót, meg még szerintem azt is csináljuk, mert még a Season 8-ot, amikor elkezdtem, nem vettem meg, ugye akkor jött ki. És igen, nem eredetiben játszott az a Keeper, pedig megvan a játék eredetiben egyébként, csak még azt a DLC-t nem vettem meg. Igen, Fighter az írt is neki. Köszi egyébként. Bocs, Horváth Sándor, hogy nem válaszoltam, de ilyenre most nem tudok én válaszolni. Most az olyan. Köszönöm a feltöltést Attilának. Bejön a maffia egyébként. Egy embernek tetszik ez a sorozat, én már annak örülök, tényleg. Nekem régebben nem tudom, most is az volt ki. Tényleg úgy voltam, hogy amikor elkezdtem videózni, hogy egy ember nézte a videóimat, emlékszek rá. Akkor is tökörültem neki, mert valaki nézte, azt egy mini kommentelgetett, és tök örültem neki, de azért is elcsinálhattam, hogy ő neki. Ha ő neki nagy, Attila nagynak szórakozást csinálnék, és ő nézni a maffiát, akkor is még már végig kell tolni. Nekem valahogy nem jön be egyébként. Ja, a SnowRunnernek a Season módjára gondol, ugye a Season 8, mi Season módra, SnowRunnernek a Season 8-os DLC-jére, egyébként, ja, hát ez nem gazdálkodás, ez konkrétan egy ilyen, csináltak hozzá egy ilyen addont, viszont azért nem olyan rossz, lehet benne traktor vezetni, meg lehet kultiválni, meg vetni, meg mit tudom én. Na jó, hát figyeljetek, van ilyen is most már, az kész. Ja, ez a Fighter írja, hogy ló plusz-minuszba. Csimán gondoltam a kultívást úgy, hogy egyszer sem mentem ki a területre, hamarabb kell fordulni. Igen, viszont azért eléggé nehezen fordulnak ezek a kirovec, de egyébként, ja, valószínű, hogy igazad van. Kivennénk a határba. Na, srácok, akkor ennyi volt ez a rész, szerintem. És akkor térjünk rá, megy egyébként még a videó, vagy... Jó, van, megy. Hú, de jó. Nézzük meg akkor a rajzversenyt. Jó, gyerekek, hogy ki nyerte a rajzversenyt, ki lesz a második, ki lesz az első, jó? Nézzük meg, kinek van a legtöbb lájkja. Ő neki 214, ő neki 109, 105, 262, 369-ig ő az a legjobb. Van-e 369-nél nagyobb? 369. 325, 250, 258, 113, ó, gyerekek, úgy látom, ú, 478, 478, gyerekek,
165, 124, 141, úristen, milyen sok rajz, 110, 81, 220, 149, de miért, ezt nem értem, hogy miért 149 ez, ez nekem nagyon tetszett, ez olyan tök jó meg van rajzolva, meg ki van színezve. 278. Na, a volt egy darab 478-unk, ő a nyertes. Egyébként utána átgondoltam ezeket a nyereményeket. Úgy gondolom, hogy mindenki választhat, hogy póló, bögre. Jó, minden egy nyertes választhasson, hogy pólód vagy bögrét, meg el fogom küldeni nekik, hogy mik közül választhatnak, úgyhogy több, egy csomó fajta minta közül tud választani. Kípörös, vagy bármi, egy csomó mindent jó, hogy ne csak az legyen, hogy nyugodtan választhat mindenki. Szóval, akkor az ő, egyébként ő a nyertes. Ő egyébként látszik rajta, tök jól, egyébként jól néz ki, szuper. És akkor nézzük, ki volt a második. A második volt egy nem 325, hanem a 369-es, ugye? Olyan memóriám van, gyerekek, hogy ott megőrültök, úgyhogy 369-nél van-e nagyobb? 369-nél van-e nagyobb? Szerintem a 369-nél, mármint ugye a második helyre, úgy értem. Igen, a 369-es, a második helyezett a 369-es, ugye amelyik a Belarusban volt fényképezve az a kép, egyébként ez valami szerintem nem is A4-es, hanem talán A5-ös rajz, mert lehet, hogy A4-es csak. Meg elég sok minden van rajta. Igen, ő a második. És nekünk van még egy 300, és most jön a harmadik helyezett, ugye, bocs, tényleg a... 325, igen, a 325-ös ő lesz a harmadik helyezett. Ugye a negyedik helyezettig lesz nyeremény, szóval. 325-ös, ugye? 325-ös, mindjárt fogom mondani, hogy hogy lehet jelentkezni. A 325-ös, oké, akkor a 325-ös, ő a harmadik helyezett, és ki a negyedik, baze? Ki a negyedik? Nézzük már. Ezt miért nézem meg mindig? Az az én képem. Már nézzük végig, hogy melyik? 214, 262. Eddig ő vezet, ugye? 262. Ez most szorosabb lesz? 262. 262, baza, 250. Gyerekek. 258. Úristen! A 262 eddig a... Az viszi... A 262. Ő fog nyerni, ugye? 220-as. 278! Ő a negyedik. És az alsó újlag, Farming Simulator 15-ből, szerintem legalábbis. 278. Ő a negyedik, tehát az első négy, nem három, hanem ugye négy darab nyertesünk van. Nagyon szépen köszönöm, és ne haragudjatok, sajnálom, hogy a többiek nem nyertek, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a rajzokat, akik küldtek be, ők négyen, annyit tegyenek meg, jó? Annyit tegyenek meg, legyetek szívesek, hogy arról, az e-mail címről, ahonnan küldtétek a képeket, ez nagyon-nagyon fontos, jó? Arról az e-mail címről, ahonnan küldtétek a képeket, onnan írjatok nekem, egy e-mailt, hogy én voltam, rajzoltam ezt. Arról az e-mail címről, hogy vissza tudom nézni, hogy valóban te vagy-e az, és akkor így be tudom azonosítani, és akkor ott meg tudjuk beszélni a részleteket, jó? Srácok, ha akarjátok, akkor ott majd e-mailben megbeszéljük, vagy adok egy telefonszámot, vagy adtok egy telefonszámot, azt meg tudjuk beszélni. Jó, akkor arról az e-mail címről, ahonnan küldtétek a képeket, jó? Nagyon szépen köszönöm, és akkor igazából ennyi is lett ez a videó, jó hosszú lett, úristen. Köszi mindenkinek, jók legyetek, jönnek a videók, sziasztok. Na, hogy kell ezt lekapcsolni, ezt nem lehet, már nyúltam a hotkey felé, és nem is azzal kell. Csá!